Sziasztok! Ez itt a Premier Perna, és ebben a részben egy olyan nagyszerű lehetőségről szeretnék nektek beszélni, amit a Premier Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmény tud nyújtani. Úgyhogy vágjunk is bele! Az iskolához csatlakozott több formáció, sportegyesület, táncegyesület, mazsorettesek, kortárs modern táncosok, stb. Ez esetben több mint 300 táncosról beszélünk, akiknek ez egy nagyon-nagyon jó lehetőség, és természetesen folyamatosan lehet csatlakozni is ehhez. Ezek a táncosok lehetnek gyerekek, felnőttek, de ugyanúgy ugyanabban a formációban folytatják tovább táncos tanulmányaikat, mint ezelőtt, csak ezáltal már csatlakoztak egy oktatási rendszerbe, ezáltal egy alapfokú bizonyítványt kapnak, és az iskola biztosít nekik továbbtanulási lehetőséget, akár gimnáziumban, akár OK és felnőtt oktatásban is. Azaz nem csak a tánc, hanem a tanulás terén is fejlődhetnek a diákok, felnőttek. Ami úgy gondolom egy nagyon jó lehetőség, hiszen ezáltal, hogy ők eljártak a táncóráikra, ez esetben nem csak hobbiként, vagy esetleg versenyszerűen táncoltak, hanem megkapják róla a képesítést alapfokon, hogy ők táncosok, azaz ténylegesen bizonyítványt kapnak róla. Még ezek a formációk továbbra is járhatnak versenyekre, ezelőtt is nyertek egyébként versenyeket, országos versenyeket, beszéltünk itt például az Acid Jazz Dance Company-ről is. Sziasztok! Nagy Anna vagyok, és az Acid Jazz Dance Company művészeti és színpadi sporttánc egyesületbe járok. Sziasztok! Én Árgyalán Anna vagyok, és az Acid Jazz Dance Company divat és sporttánc egyesületbe járok már több mint 10 éve. Egy nyári fellépés alkalmával tetszett meg az a stílus, amit az egyesület képvisel. Ezért másodikosan csatlakoztam. Én körülbelül 5-6 évesen kezdhettem el táncolni, és az oka igazából annyi volt, hogy nagyon sok energiám maradt még az oviban való mozgáson és ide-oda szaladgáláson kívül is. A mai napig táncolok, méghozzá ugyanannál az egyesületnél, akinél kezdtem. Az edzőim Botta Tibor és Ás Dóra, a Premier Iskola oktatói. Ezért a 2019-es tanévben csatlakoztunk a súlyhoz. Heti 4 edzésünk van, ebből másfél óra balett, másfél óra akrobatika, valamint tanulunk jazz technikákat, modern és kortárs technikákat is. A többi tantárgyat pedig másik intézményben tanulom. Szívesen táncolnék és oktatnám is a táncot a jövőben. Biztos, hogy valamilyen mozgással vagy sporttal kapcsolatos munkát szeretnék, azzal kapcsolatos szakmában szeretnék elhelyezkedni. Ez nyilvánvalóan azért alakult így ki bennem, mert 10 éve táncolok, és úgy érzem, hogy ez nem csak a múltamra, a jelenemre, hanem a jövőmre is nagy hatással lesz. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó lehetőség, és a diákok is roppantól szeretik ezt. Az, hogy egy oktatási rendszerbe kerültek ezek a formációk, az azt jelenti, hogy most a diákoknak, táncosoknak jelenleg heti 4 táncórát biztosítanak, és ami tényleg a legfontosabb, hogy ezután az oktatás után ők egy alapfokú minősítést, bizonyítványt kapnak. Akár ti is tudtok csatlakozni ez a fajta oktatási rendszerhez, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk, reméljük, hogy felkeltettük az érdeklődéseteket, ne felejtsétek el, hogy találkozunk a következő epizódban. Sziasztok! Sziasztok!